A Karcagi Városi Önkormányzat, a Dériné Művelődési Központ és Városi Könyvtár és az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Karcagi Szervezete az Idősek Napja alkalmából Várjatok még őszi rózsák című rendezvénnyel kedveskedett az idősebb korosztálynak. Az eseményre szép számmal érkeztek szépkorúak, akiket elsőként Szepesi Tibor városunk polgármestere köszöntött. Elmondta, hogy az idősek napja nem lehet soha, csak egynapos ünnep. Az év minden napján ugyanilyen figyelem és szeretet kell, hogy körbevegye a szépkorúakat. Ne szégyeljék a ráncaikat, hiszen a ránc az a hely, ahol a mosoly lakozik. A mosolygós arcú idősektől pedig a mi napjaink is szebbek lesznek. Köszönettel tartozunk tehát önöknek azért, hogy verítékükkel, könnyeikkel, szorgalmas munkájukkal, áldozattal a nehéz időkben megteremtették és biztosították nekünk fiatalabbaknak, gyermekeiknek, unokáiknak, hogy tanulhassanak, dolgozhassunk, gyarapodhassunk és az önök nyomdokával léphessünk. Köszönjük, hogy küzdöttek értünk, hogy vállalták mindazt, amit a sors az önök korosztályára mért. Az időskor egy nagyon fontos életszakasz. Ajándék annak, aki meg tudja élni lényegét. Ez a lényeg pedig, hogy az kerül előtérbe, ami számít, és ami igazán értékes, nem pedig a látszat. A szeretni tudás, a türelem, a megértés művészete. Amikor eljött az idő, ezt a stafétabotot, amelyet önök a szüleiktől kaptak, a mi kezünkbe adták. De a bölcsesség az önök szívében van. Ha tehetik, mondják el unokáiknak, dédunokáiknak, tanítsák, neveljék őket, mert ezek a jó tanácsok érnek majd hasznos tettekké. Kívánom, hogy valamennyien járuljunk hozzá a nemzedékek közötti, illetve a családon belüli emberi harmónia, odafigyelés, közös gondolkodás és összetartozás megteremtéséhez, mely idős embertársaink szívét melegséggel, békességgel tölti el. Murvainé Láng Róza, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Karcagi Szervezetének elnöke is köszöntötte városunk szépkorúit idősek napja alkalmából. Szárnyodva vártat, rohan az idő, sorra váltják egymást föl a hetek. Minden nyár gyorsabb, mint az előző. Az időnek nem mondhatsz, állj meg. Az idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Tiszteletük magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tagjai, és mindannyiunknak nagy szükségük van rájuk. Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csak is ők rendelkeznek, a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket. A rendezvényen vidám zenés és táncos műsorban fellépett a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár árendás néptánc csoportja szilágysági táncokkal, valamint Kolostyák Gyula és Farkas Rozika nótaénekesek a Hakme cigányzenekar kíséretében. A program zárásaként babgulyással kedveskedtek a szervezők a résztvevőknek.